Még 2018-ban hozta meg a kormány azt a rendeletet, mely szerint a 20 év alatti fiatalok 25 ezer forint értékhatárig a B-kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga és a hozzá kapcsolódó e-learning vagy tantermi tanfolyam díját részben vagy egészben visszaigényelhetik. Idén pedig ezt a támogatási lehetőséget kiterjesztették a Cseden, Gyeden és Gyesen lévők számára is. Könnyebben tudjanak majd ezt követően beilleszkedni a munkatársadalmába, ezért támogatja nekik az elméleti tanfolyam, illetve az elméleti vizsgadíjából. Na most nagyon lényeges az, hogy ez július 1-től van hatályban. Ez a kedvezmény csak egyszer használható fel, így ha valaki 20 év alatt már megkapta, később nem igényelheti vissza. Emellett egy ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt Cseh, Gyed, Gyes ellátásban részesülők és a 20 év alatti fiatalok. A program augusztus közepétől október közepéig tart, melyre azok jelentkezését várják, akik valamelyik autós iskolában tanulnak, illetve elérhető az egy évnél nem régebbi jogos. A rendelkezők számára is. Jelentkezni a képernyőn látható címen lehet.